Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok a 31. Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny eredményhirdetésén. Horvölgyi Zoltán vagyok, az országos versenyfelelős. Az én tisztem az, hogy megnyissem ezt a rendezvényt, de a levezető elnöknek Szigeti Edit tanárnőt fogom felkérni, és meg is kérem tanárnőt, hogy konferálja be az eseményeket. Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és természetesen nagy-nagy tisztelettel a jelenlévőket. Mielőtt rátérnénk a verseny értékelésére és az eredmények ismertetésére, felkérem dr. Tardi János, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszöntelek benneteket, ifjú tehetséges barátaim, határon innen és túl. És köszöntöm Önöket, elkötelezett áldozatkész tanárokat és szülőket. Tisztelettel köszöntöm a hatalmas munkát végzett professzori, tanári, informatikus közösséget, akik lehetővé tették, hogy sikerrel eljussunk a mai napig. A vírus jóvoltából 31 év során először borult a jól bevált, hagyományos forma, most videó és online technikával jelentkezünk. Elmaradt Murányi tanárurék hagyományos, élvezetes bemutatója, nem lehetett a laborban összeönteni a sósavat és a nátrólugot, majd pótoljuk. A járvány miatt elmaradt a 4. Kárpát-medencei tehetségtábor, amit felvidéki barátainkkal már előkészítettünk, pótolni fogjuk. Idén kényszerűségből elmaradtak a kötetlen együttlétek, az esti beszélgetések a közös városnézés Egerben. Sok másik verseny idén elmaradt a járvány miatt. Volt, ahol az első, volt, ahol a második fordulót követően hirdettek eredményt. Mi nem adtuk alább, és a mostani döntővel mindhárom fordulót teljesítettük, teljesítettétek, nem mondom, hogy egyszerű volt. Nem is tehetünk másként, minket ugyanis nem csak a jövő és a jelen, de a múlt is kötelez. Jövőre az idén Magyar Örökség díjjal kitüntetett társulatunk alapításának 180. esztendejét ünnepli. Ebben a 180 esztendőben a honi természettudományok, az orvostudomány, a műszaki tudományok legnagyobbjai alapozták meg mai tevékenységünket. Most ők is büszkék volnának rátok. Az éz az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem hogy azt követni és annak engedelmeskedni tanuljon, mondta Eötvös József. König Gyula professzor 1882-ben a tudás fontosságáról elmélkedett, és azt mondta, minden kísérlet első útforrása a kíváncsiság, a tudvágy, mély és ellenállhatatlan érdek az igazságért. Ahol ez nincs, ott minden hiába van. Társulatunk három pillére építi ténykedését, mindenek előtt abszolút elsőbséget élvez a tehetséggondozás, immáron 4 tanulmányi versenyünk Kárpát-medence egészére, magyar anyanyelvű iskolák egészére kiterjesztett tanulmányi versenyünk. A másik pillér izgalmas, újszerű témakörökben konferenciasorozatok, a harmadik 2 kiadvány sorozatunk megjelentetése. Akár jelszavunk is lehetne, Szilik Kálmán, a természettudományi közlöny alapító főszerkesztője volt gondolata, aki azt mondta, tudni, hogy semmit sem tudunk, a tudás kezdete. Ezt be is vallani, azt mutatja, hogy a tudás útján már a kezdeten túljutottunk, s hogy komoly és elhatározott szándékunk minden nehézség dacára azon tovább haladni. Hálás köszönet mindazoknak, akik ezt a nagyszerű verseny szívügyüknek tekintve önzetlenül mellénk álltak. Kérem, engedjétek meg, hogy név szerint is kifejezzem köszönetemet nekik, mindenek előtt a fáradhatatlan Horvölgyi Zoltán professzornak, egyetemi tanárnak, a Társulat Kémiai Szakosztály elnökének, a Hevesi Verseny országos verseny felelősének.
Köszönet az Eszterházy Károly Egyetem vezetésének, dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanárnak, a Kémia és Élelmiszerkémia Tanszék Intézet vezető professzorának, Murányi Zoltán igazgató főiskolai tanárnak, az egyetem informatikai hátterét biztosító közösségének, Kerecsendi Andrásnak, Varga Tamásnak, Bog Tamásnak. Vilányi Attila vezető tanárnak, az írásbeli feladatokért, Balogh Terézia vezető tanárnak, a szóbeli tételekért, a szóbeli zsűrik elnökeinek és tagjainak, Dikó Boglárkának a Műegyetem szakmai és kommunikációs kérdésekkel kapcsolatos informatikai feladatok ellátásáért, kedves kolléganőmnek, Kovács Eszternek, a társulat ügyvezető igazgatójának, és nem utolsó sorban a fővárosi és megyei versenyfelelősöknek, hiszen ne felejtsük, háromfordulós verseny végső szakaszába értünk. Köszönet a versenyeinket pénzügyileg támogató intézményeknek, a miniszterelnökségnek, az EMMI-nek, a Nemzeti Tehetségprogramnak és 4 kiváló gyógyszerészeti intézménynek, az Égisnek, a Richter Zsiertének, a Bálint Analitikának és a Szervírnek. És ne feledjük, indulnak jövő évi versenyeink, és egy negyedik is, az első Kárpát-medencei Kindler-láng fenntarthatósági verseny, és persze a hagyományos szellemi megmérettetések folytatása. Csak azt tudom mondani, ebben a nehéz vírusos időben vigyázzatok magatokra és egymásra. Büszkék vagyunk rátok, gratulálunk nektek, várunk benneteket, várjuk önöket sorainkba. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Köszönöm ügyvezető elnök úrnak az üdvözlő szavakat, és elkezdeném az értékelést. Az írásbeli gördülékenyen zajlott. A hetedik évfolyamos kategóriában az összes versenyző átlagpontszáma 68,34 pont. Egy versenyző elérte a maximális 80 pontot. A nyolcadik évfolyam versenyzői átlagosan 64 pontot értek el, legmagasabb pontszámot elérő versenyző mindössze 1 pontot veszített és 79 pontot szerzett. A szóbeli fordulón 4-5 fő zsűri hallgatta meg a versenyzőket, mind a 4 zsűri elnöke arról számolt be, hogy a diákok nagyon ügyesen tudták használni a technikát, nem ijedtek meg a rendhagyó körülményektől, jó néhányan nagyon szépen és elegánsan feleltek. Fontos tapasztalat, hogy az online lebonyolítással kapcsolatos aggodalmak jellemzően nem igazolódtak be. A gyerekek komfortosan érezték magukat ebben a szituációban. A zsűri egyöntetű benyomása alapján a vártnál, illetve a jelenlévő formában lebonyolított versenyeken megszokottnál lényegesen kevésbé izgultak. Különösen értékelendő az, hogy annak ellenére, hogy így volt, nem volt felkészülési idő. A felkészülési idő hiánya ellenére sok gördülékeny összeszedett feleletet hallottunk. Köszönhető ez a témakörök alatti vázlatpontoknak. Legtöbben erre támaszkodva feleltek. A diákok felkészültek voltak, látszott rajtuk, hogy szeretik a kémiát, nagyon szabatosan használták a kémiai fogalmakat, amit a zsűri említett, és nagyon hiányzott a személyes kapcsolat, a közvetlen kommunikáció. Bár az is lehet, hogy így objektívek voltunk a pontozásnál. Nagyobb technikai gond nélkül lebonyolódott. A 2020-as évi Hevesi György Kárpát-medencei kémiaverseny döntőjén a megyei versenyeken legjobban eredményt elért tanulók vettek részt. Hetedik osztályban 39 versenyző, közöttük 6 határon túli diák volt. A 8. osztályban 33 versenyző, közöttük 2 határon túli diák van. És engedjetek meg nekem egy gondolatot itt, és a 8-osoknak, akik elhagyva az általános iskolájukat, a középiskolai tanulmányai mellett vállalták, hogy ennek a döntőnek a verseny döntőjében még részt vesznek. Köszönjük szépen! A versenyzőknek és a kísérő tanáraiknak emléklapot e-mailben küldünk. A díjakat professzor dr. Horvölgyi Zoltán, a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki kar egyetemi tanára, valamint az MTT kémiai szakosztály elnöke adja át. És akkor térjünk az eredményekre. Az idén a járványhelyzet miatt nem tudunk tárgyutalmakat kiosztani.
Mindkét kategória első 6 helyezettje és a különdíjasok oklevelet kapnak, valamint a támogatóinknak köszönhetően pénzdíjakat tudjuk jutalmazni a legjobbakat. A 7. évfolyam pénzdíjait a Bálint Analitikai Kft., a 8. évfolyam pénzdíjait az Égis Gyógyszertár ZRT biztosítja. A díjazottakkal a jövő hét folyamán a társulat titkársága e-mailben felveszi a kapcsolatot. Az első helyezett diák, illetve szaktanára, amennyiben még nem kapott az utóbbi 10 évben, Hevesi György emlékérmet is kap, amelyet a társulat 2021. évi jubileumi közgyűlésén vehetnek át ünnepélyes keretek között. Ez előreláthatólag 2021. májusában lesz. Az egyes fordulókban a legjobb eredményt elért diákok és tanáraik nevét most külön felolvassuk. Mindkét kategóriában a legjobb írásbeliző diák 10.000 forint pénzjutalmat kap. Igen, köszönöm szépen. A 7. osztály legjobb írásbelizője Erdélyi Kata. Ő maximális elérhető pontszámot, a 80-at érte el, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnáziumból, felkészítő tanára Albert Attila tanár. A 8. osztályos legjobb írásbeliző Visontai Barnabás. Ő a maximális 80 pontból 79 pontot ért el, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Viktor. A szóbeli forduló legjobbjai következnek. Szóbeli forduló, mindkét kategóriában két-két zsűri hallgatta meg a versenyzőket. Mind a 4 zsűri megnevezte azt az egy versenyzőt, aki a legkiemelkedőbb volt a szóbeli fordulón. Mind a 4 diák 10.000 forint pénzjutalomba részesül. Köszönöm szépen. Dr. Pálinkó István elnök úr zsűriében ezt a 7-1-nek neveztük 7. osztályos zsűri. A díjat Arató Attila Gergő kapja, a Pécsi Janus Pannonius gimnáziumból, felkészítő tanára Hegyiné Király Krisztina. Ugyanúgy 7. osztályból, a 7-2 zsűriből a zsűri elnöke dr. Hornyánszky Gábor dékán helyettes úr volt. Varga Balázs kapja a díjat a Miskolci Herman Ottó gimnáziumból, felkészítő tanára Molnár Krisztina. A 8. osztályos zsűrikből dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanár úr volt az elnök. Kovács Bálint kapja a díjat a budapesti Eötvös József gimnáziumból, felkészítő tanára Tótné Tarsói Zita. A másik 8. zsűriből jó magam voltam ennek az elnöke, a díjat Harkányi Ádám, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium tanulója kapja, felkészítő tanára Albert Viktor. Most ismét átadom a szót Székely. És most következzen a verseny összesített eredménye. 7. osztályosok. Legjobbak közül a 6-tól a 4. helyezettekig a tanárok oklevéllel, valamint egy-egy 4.000 forintos könyvutalvánnyal díjazott. A 4. helyen pont egyenlőség adódott. Köszönöm szépen. 6. helyezést ért el Csitári Dávid, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Attila tanár. 4. helyezést értek el Simon András Márk, a budapesti Eötvös József gimnázium tanulója, felkészítő tanára Tótné Tarsói Zita, és Nguyen Kim Dorka, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium tanulója, felkészítő tanára Paulovics Ferenc. Az első 3 helyezett és tanára pénzjutalomban részesül, melyet a Bálint Analitikai Kft. Biztosított. Természetesen oklevelet is kapnak. A második helyen történt pontegyenlőség, ezért 3. helyet nem hirdettük, a 2 második helyezett és tanáraik pénzjutalomban 20.000 forintban részesülnek.
Második helyezést értek el. Németh Samu, a Péterfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskola óvoda és kollégium tanulója Győrből, felkészítő tanára Győriné Timár Henriette. Ugyancsak második helyezést ért el, hiszen holt verseny alakult ki, Újpál Bálint, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Molnár Krisztina. Az első helyezett versenyző mindkét fordulóban maximális pontszámot ért el. Ő és felkészítő tanára oklevélben részesült, és 25 000 forintos pénzjutalomban, valamint a Hevesi György emlékérmet is megkapja. Első díjat, első helyezést ért el tehát Erdélyi Kata, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Attila tanárunk. Gratulálunk! Nyolcadik osztály. A nyolcadik osztályosok legjobbjai közül a negyedik és hatodik helyezettek és tanáraik oklevélben részesülnek, valamint egy-egy 4000 forintos könyvutalmánnyal díjazzuk őket. Az ötödik helyen történt itt pont egyenlőség. Tanár úr? Igen, köszönöm szépen. Tehát az ötödik helyezettek, hiszen pont egyenlőség volt. Arnold Levente, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium tanulója Pécsről, felkészítő tanára Petsz Andrea. Ötödik helyezést értem ugyancsak Bettes Helga Adél, a budapesti Eötvös József Gimnáziumból, felkészítő tanára Kis Tamás. Negyedik helyezést ért el Detrich Márton, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, felkészítő tanárai Balázsné Kerek Marianna és Gerőcsné Szeglédi Irén. Nekik is gratulál. Az első három helyezett és tanára oklevelet kap, pénzjutalmat az Égész Gyógyszergyár ZRT biztosította számukra. A harmadik helyezett és felkészítő tanára 15 000 forintot kap. Harmadik helyezést ért el Fekete Martin, a Miskolci Földes Ferenc gimnázium tanulója, felkészítő tanára Fóris Tímea. Gratulál! A második helyezett és tanára 20 000 forintos díjazásban részesül. Második helyezést ért el Csonka Illés, összesítve 93 ponttal. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium tanulója Pécsről, felkészítő tanára Moszbaher Éva. Gratulál! Az első helyezett és felkészítő tanára 25 000 forintos pénzjutalmat kap, valamint az első helyezett versenyző megkapja a Hevesi György emlékérmet. Albert Viktor tanár úr a szabályán szerint most nem kap emlékérmet. Köszönöm szépen. Első helyezést ért el Visontai Barnabás 96 pontos teljesítménnyel, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium tanulója, felkészítő tanára Albert Viktor. Igen, gratulálunk, Albert tanár úr tavaly megkapta ezt az emlékérmet. Kedves jelenlévők! A tesztek eredményeit vasárnap reggeltől ugyanolyan módon kell megnézniük, mint hogy a próbatesztek eredményeit megnézték, illetve ahogy a kiküldött útmutatóban benne van. Kattintsanak a tesztre, majd az ellenőrzés feliratra. Az útmutatót tegnap este ismételten átküldjük. És végezetül ismételten átadom a szót dr. Horvölgy professzor úrnak. Köszönöm szépen Szigeti tanárnőnek. Én sommásan, röviden, ismételten szeretném megköszönni a munkáját azoknak, akiket Tardi professzor úr, elnök úr már felsorolt, és azoknak a névtelen segítőknek is, akár az első vagy a második fordulóból, akik hozzájárultak, hogy versenyünket idén is sikeresen megrendezzük. Egy dolgot szeretnék itt még
kiemelni. A határon túli versenyzőink Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről helyt álltak ebben a versenyben. Dicséretesen. Ők nehezebb körülmények között tanulnak abban az értelemben, hogy a tananyagaik, a módszereik, a szokásaik mások, mint amilyenk. Ennek ellenére kiemelendő az a siker, amit idén ők nyújtottak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Méltó örökösei a nagy elődöknek, Tardi elnök úr emlegette a mi elődeinket. Tisztelettel emlékeztetnék arra mindenkit, hogy Fabinyi Rudolf, aki megalakította a múlt század elején a Magyar Kémikusok Egyesületét, ő kolozsvári tudományegyetemi tanár volt, sőt a kolozsvári egyetem rektora volt egy rövidebb időn keresztül. Hát hogy ne lennének méltó örökösei neki a határon túli magyar diákok? Tisztelettel ezennel a versenyt bezárom, viszont látásra a következő fordulókban jó egészséget és további eredményes munkát kívánok. Köszönöm viszont szépen. Viszont látásra minden jót kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.